A Honvéd Táncszínház tánckora Magyarország legnagyobb létszámú, 40 tagú hivatásos néptánc együttese, anyanyelve a Kárpát-medence néptánckincse. Az együttes legutóbb Dunaföldváron lépett fel a Bár emlékezete maradjon meg című előadással. A darab az tulajdonképpen a mi életünkről, a profi táncosoknak az életéről, illetve inkább arról, hogy mi történik akkor, amikor az ember már abba hagyja ezt a szakmát. Hogy jönnek elő az emlékek, mi történik velünk azután. És a címet pedig a Csorba János széki énekes és mesemondó könyve adta az ihletet rá, hiszen a könyvnek ugyanez a címe, bár emlékezete maradjon meg. Az előadást 3 éve álmodta meg a Paksi Tűzvirág táncegyüttes egykori szólistája, Appelshofer János. Az anyag összeállítása 1,5 éve kezdődött, a próbák 2 hónapig tartottak. A produkciót 6 pár táncolja, de szólisták is fellépnek, többek közt a Dunaföldvári Ördögszekér néptánc együttesből. A szöveges szólista Lányi Attila mellett zenekar is közreműködik. Egyszerű koreográfiának annyit nevezhetünk, ha mondhatom így, hogy tényleg csak ilyen akár revüként, vagy tényleg csak, hogy magát a táncot megmutassuk, és színpadra állítjuk, különböző formákat variálunk, különböző típusokat teszünk egymás mellé. A táncszínházban mindig a mondani való talán az elsődlegesebb. Tehát a tánc, ha nem is a háttérben, mert a háttérben sose szorítjuk, de itt mindig a táncnak azt a részét próbáljuk megfogni, hogy mi mit fejez ki egy mozdulat, miért teszem oda a sarkamat, miért úgy teszem oda a sarkamat, milyen hangosan bokázok. Ha hangosan, akkor az miért történt, ha halkan, akkor az miért? Szóval, tehát itt mindig megpróbáljuk a mondani valót fölülre helyezni. A Honvéd Együttes Dunaföldvári fellépéséről bővebben Paletta című kulturális magazinunkban láthatnak. A műsor május 29-én csütörtökön 19:15-kor kezdődik.